egy alapfokú művészetoktatási intézmény vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk délutáni tevékenység van, délelőtt a gyerekek az általános iskolában vannak. Ez a rész most Magyarországon, Kelet-Magyarország a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyike. Most ezek azért fontos információk, hogy lássátok azt, hogy egy délutáni szolgáltatás, hogyha most az oktatás szolgáltatásnak tekintem, és az is, akkor tud igénybe venni egy gyerek, hogyha azt földrajzilag hamar eléri, könnyen eléri. Na most Berettyóújfaluban van a központunk, nyilván a berettyóújfalui gyerekek könnyen elérik, hiszen ha befejezik az általános iskolát, akkor délután jöhetnek hozzánk órára. Ebben az osztályban csak hangozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak, sajnos ez egy szegregálódott osztály. Itt a településen ugyanis alakult egy egyházi iskola, és oda jobban szocializált, nem hátrányos helyzetű, nem cigány gyerekeket átvitték, úgyhogy most ők mindannyian hátrányos helyzetűek. Ez nem olyan jó, mert az integrált modellt nem tudjuk annyira produkálni, de hát az élet így hozta. Odáig mesélte Zsanett, hogy rajzolt nekünk egy palotát, és... Egy lovat. Méghozzá milyen lovat? Egy szarvú. Egy szarvú, egy? Milyen van itt? Szárnyas. Szárnyas lovat, és egy gyönyörű, szép... Mi volt ez? Mit mondtunk? Híd. Egy hidat. Ki ő nekünk? Sellő. Egy sellő, és ők? Halak. Te mit találtál ki? Ez micsoda? Híd. Egy hidat találtál ki. És ez, ide miket rajzoltál? Ez a sziget, ez szárazföld, ez pedig? Vizes. Ez pedig vizes. Hát vizes föld, víz. Víz. Így van. Most az is nagyon fontos, hogy a vizuális kommunikációra mindig verbális kommunikációval erősítsünk rá. Ugyanis azt szeretnénk, hogyha megrajzolni és elmondani is tudná, ha lenne szókincse hozzá, hogy elmondja ezeket. És itt az alapvető szavakkal probléma van. Az elmúlt órai feladatnál például a szigetet nem tudtuk, akárhogy magyaráztam nekik, a szót nem ismerték és nem tudtuk körbeírni. Jó, de szép lett a sziget. Kié volt az? Pityuka, gyönyörű.